Baranya megyéből közel 200 motoros érkezett a vezetéstechnikai tréningre, melyet a Pécs-Bogány repülőtére rendeztek meg. Ezek a motorosok szeretnék hasznos, új ismeretekkel bővíteni eddigi tapasztalataikat. A profi motoros az én szerintem nincsen, az élethosszig tartó tanulás, mint minden más. Úgyhogy mindig van olyan helyzet, amit nem látsz előre, nem tudod, olyan helyzet elé kerülsz, és minél többet gyakorolsz, annál előbb lesz készség belőle. Fontosnak tartottuk azt, hogy így a szezon kezdete elején egy kis új tudást fel tudjunk szedni, illetve a régieket felfrissítsük. Más néven a motorozás vaslovaglás, és hát kb. Olyan, mint a lovaglás, csak ügetéskor nem állunk fel. Nagyon-nagyon fontos, mert a váratlan helyzeteket kezelni sokkal könnyebb, hogyha eljön egy ilyen, akár csak egy ilyenre. Elkezdődött a motoros szezon, ezért nagyon fontos, hogy a motorkerékpártvezetők mind elméleti, mind gyakorlati szinten felkészüljenek a helyes közlekedésben való részvételre, mondta Bertáni Wingert Erzsébet rendőrőrnagy, a Baranya megyei rendőrfőkapitányság balesetmegelőzési bizottság titkára. A rendvédelmi szerv most elméleti képzést nyújt a motorosoknak. Ezen a napon 8 alkalommal tartanak interaktív előadást a résztvevőknek. A legjobban szereplők láthatósági ajándékot kapnak. Interaktív beszélgetést folytatunk velük, ahol előkerül a motorkerékpár felkészítése, illetve az, hogy hogyan járulhatnak ahhoz hozzá, hogy magasabb szintű legyen a kresztudásuk. Kielemezzük a tavaly történt 23 motorkerékpár vezető által okozott balesetet, megnézzük a megelőzési okokat, és tesztlapot is tölthetnek ki a vállalkozókedvű versenyzők. Nagyon fontos, hogy a gyakorlati és elméleti felkészítés egyszerre zajlik. Tesztlapot hoztunk nekik, előadást tartunk nekik, illetve a saját készítésű kisfilmjeinket is megnézhetik, mely motoros közlekedésről szól. Ez a képzés térítésmentes, bárki részt vehet rajta. A Honda Magyar Autó Motorsport és Zöld Mobilitás Fejlesztési Ügynökség ZRT idén első alkalommal végzett vezetéstechnikai tréninget a motorosokkal. Tavaly 3 hasonló oktatást valósítottak meg az országban a Baleset Megelőzési Bizottsággal együttműködve. Tudtuk meg Sági Tibor szakmai tanácsadótól. Célunk az volt, hogy minél több olyan jellegű tapasztalatot adjunk át, illetve tanácsot adjunk a közúti motorosoknak, amit a közlekedés során alkalmazni tudnak, és esetlegesen egy olyan jellegű szituációban egyfajta megoldást tudnak találni. Ez lehet egy fékezés, lehet egy városi forgalom, tehát számtalan olyan dolog, ami a motorkerékpározásnál a motorkerékpárok jellegében kifolyólag kell, hogy használja. Az alapfeltétel az volt, hogy a javaslott kötelező védőfelszerelés, gyorsisa, protektoros zseki, kesztyű, térdvédő, vagy protektoros nadrág, magasszárú bakancs, illetve a motoros csizma, ez mind olyan jellegű dolog, amit egyébként a járműkezelési vizsgának, közlekedési alkalmasági vizsgaközpont vizsgakövetelményként előír. Itt is egy feltétele volt a részvételnek, illetve minden olyan motorkerékpár, ami a közúti közlekedés szabályainak megfelel. Érvényes forgalmi engedéllyel rendelkezik, érvényes biztosítással, tehát a gumi állapottól kezdve a műszaki állapot minden olyan jellegű dolog, ami a közúti közlekedés szabályainak megfelel. Az oktatási napon a közlekedés biztonságra fektették a hangsúlyt. A motorkerékpárok általános szervizelése, a gumik, a fék állapotának fontossága, ellenőrzése, az olajcsere szükségessége is napirenden volt. Az egészségügyi kérdések, a balesetet szenvedettek ellátása is az ismétlendő feladatok között szerepelt.